Ha az ember Karlovy Váriban jár, vétek lenne nem megnézni az itt létrehozott Beherovka múzeumot. Az italgyárat Dávid Behern alapította 1789-ben, majd utódai családi vállalkozásban vitték tovább a céget, mely egyre nagyobb hírnévre tett szert. Johann Behern a monarchiában már császári és királyi udvari szállító lett. Régi fotók őrzik a kezdetek technikai berendezéseit. Titkos, apáról fiúra szálló receptek őrzik a gyártáshoz szükséges növényeket és ezek arányát. Dugaszoló gépek. Mai korszerű lepároló berendezések. Az első palackok egyike. Különböző kiszerelésű üvegek minden mennyiségben. Palackozás előtt ezekben a hordókban érlelik az értékes nedűt. Képet ugyan nem mutatok, de elárulom, hogy alaposan megkóstoltuk a repi kínálatot.